20 téma terítéken ülésezett a város képviselőtestülete. Vezessünk óvatosabban, elkezdődött a motoros szezon. 72 számítógépet kaptak, új eszközök a Klik-től. Köszöntöm a nézőket a legfrissebb orosházi hírekkel itt a Híradóban. A címszavak után lássuk a részleteket. Csatlakozott a város a Délbékés Jövőjért Szövetséghez. Nyertes pályázat esetén költözhet a kistérségi orvosi ügyelet, és új befektető vehet részt a bogárzói lóversenypálya fejlesztésében. Ezek is témák voltak a képviselőtestület március 25-i ülésén. Összesen 20 téma, néhol egyetértésben, néhol parázsvitával tarkított elfogadása. Ezt hozta a március 25-i képviselőtestületi ülés. A város életét hosszú távon is befolyásolhatja az a döntés, hogy Orosháza csatlakozott a Délbékés Jövőjéért Szövetséghez. A szövetség a múlt héten Simonka György országgyűlési képviselő által bemutatott kalendula terv megvalósítására alakul, aminek célja a térség hosszú távú komplex fejlesztése és a fiatalok jövőjének megteremtése. A szövetségben Délbékés települései, civil szervezetei, alapítványai vesznek részt. A kalendula terv lényege, hogy összefogással közösen érjék el azokat az elvárásokat, amiket az uniós pályázatok előírnak. Ezzel lehetőség nyílik arra, hogy a hátrányos helyzetű régiók támogatása mellett jelentősebb fejlesztési összegek is érkezzenek Délbékésbe. Költözhet a kistérségi orvosi ügyelet, mégpedig a Hajnal utcára, a gyermekjóléti és családsegítő szolgálat épületébe. De csak akkor, ha a kistérségi társulás által benyújtott pályázat sikeres lesz. Az MSZP-s képviselők nem értettek egyet a tervvel. Fecser János szerint hiba lenne a kórházból elvinni az orvosi ügyeletet, hiszen ha komoly betegséggel fordul valaki orvoshoz, közel van a magasabb szintű ellátás. Füvesi Sándor pedig nem értette, hogy a képviselőtestület elé miért nem került már korábban az ügy, hiszen azt sem tudták, hogy ilyen pályázat létezik, és szerinte arról, hogy költözzön vagy sem az orvosi ügyelet, a testületnek kellene dönteni. A kistérségi társulást is vezető Fejes Róbertné fideszes alpolgármester elmondta, a jelenlegi orvosi ügyeleti helyiséget bérlik, és arra kórház is igényt tartana, egyszerre két szervezet viszont nem pályázhat ugyanarra az ingatlanra. A Hajnal utcai épület azonban a kistérség és az önkormányzat tulajdona, így ott egyszerűbb is megvalósítani a beruházásokat. Felújítanák és bővítenék az épületet, és a jelenlegi funkciók mellett ide költöztetnék az orvosi ügyeletet. Fejesnék kiemelte, az orvosi ügyeletet nem orosháza, hanem a kistérség települései közösen működtetik, orosháza csak egy tagja a társulásnak. Így arról, hogy hol van a székhelye az egyesületnek, nem orosháza város, hanem a térségi tanács jogosul dönteni. Hozzátette, ezek csak tervek, tehát az orvosi ügyelet továbbra is a rendelőintézet mellett található, és amennyiben nem lesz sikeres a pályázat, ott is marad. Fejlesztenék a bogárzói lóversenypályát, amihez már jelentkezett is egy befektető. A Gabona Market Kft. Tulajdonosi körének szándéka az, hogy a pályát és a kiszolgáló épületeket is megújítva, annak infrastruktúráját fejlesztve új távlatokat nyissanak a város lovas életében. Az ellenzék és a kormánypárti képviselők is arról beszéltek, hogy ezzel a lépéssel sokat nyerhet a város, és remélik, meg is valósul a tervezett fejlesztés. Az ülés többi napi rendi pontjáról részletesen olvashat hírportálunkon az Orosz Kafén. Gyermek a mentőben, a nehezebb vizsgálhatóság, nem egyszer a megfelelő felszerelés hiánya, a szülők pánik hangulata, de a kisbeteg pszichés állapota is nehezítheti a mentősök munkáját olyankor, ha gyermeket kell ellátniuk. Ez derül ki a KNTH gyógyvarás felméréséből. Orosházán ugyanaz országoshoz képest kevesebb alkalommal vonulnak 14 év alatti személyhez a mentők, de a problémák hasonlóak. Az a gyermek úgynevezett gerinchordágy, ezzel a fejrögzítővel. Erre a speciális eszközre az orosházi mentőállomás éppen tavaly pályázott a gyógyvarás segítségével. A felnőttekre méretezett hordágyakon ugyanis elvész a gyermek, nem tudják őket a mentősök pontosan rögzíteni. Ez pedig nagyon alkalmas arra, hogy minden szempontból a mozdulatlanságát azt tudjuk biztosítani a gyermeknek. Emellett vannak a mentőkocsiban az országos mentőszolgálat által gyermekek részére rendszeresített eszközök is, mint például az állítható nyakrögzítők vagy az izolációs takarók. Mint Kovács Tibor mondja, Orosházán jóval az országos átlag alatt van a gyermekeset szám. 177 esetben látunk el 14 évnél fiatalabb gyermekeket, ami a mi 5600-as, kb. 5600-as eset statisztikánkhoz képest, ez 3,2%, míg az országos százalék az ilyen 13-14% körül van. A gyermekekkel kapcsolatos feladatok egy része úgynevezett őrzött szállítás volt, emellett gyakran előfordultak traumás, légzőszervi, belgyógyászati vagy sebészeti esetek. Az ellátást legtöbbször a nehezebb vizsgálhatóság is hátráltatja. A gyermek az nem mindig tudja pontosan elmondani, hogy milyen panaszai vannak.
általában gyorsan keletkeznek, a gyermek figyelmetlenségből is elkövetett hibákat, hogy valamit lenyel, és akkor ez mondjuk légúti elzárulást okozhat nála. A helyzetet nem ritkán a pánikoló szülők is rontják, magatartásukkal időnként még jobban megijesztik az amúgy is rémült kicsiket. Pedig ilyenkor a szülőnek kellene végig gondolnia az előző betegségeket, az esetleges gyógyszer allergiát és a baleset körülményeit. A mentősök éppen ezért azt kérik, bármilyen nehéz is, próbáljanak nyugodtak maradni, hogy a gyermek mielőbb túlessen a szükséges vizsgálatokon és megkapja a megfelelő ellátást. A március 2. hétvégéjén tartott budapesti motorkiállítással hivatalosan is kezdetét vette az idei motoros idény. Egyre többen veszik elő a garázsból a félretett gépeket és pattannak nyerekbe a téli pihenő után, ez azonban a motorosokra és az autósokra nézve egyaránt számos veszélyt jelenthet. Egyébként nyilván a fékbetét az, amit viszonylag sűrűn kell cserélni, de hát ez is használat meg futás teljesítmény függvénye. Ez jó állapotú? Jó állapotú természetesen. Ez az egyik, amit az első tavaszi elindulás előtt érdemes leellenőrizni a motoron, mondja Bistei Péter motoros szakújságíró. Emellett nagyon fontosnak tartja a gumiabroncsok átvizsgálását is. Mivel egy motor az két ekkora felületen tapad, ezért nyilván a gumi a legfontosabb, hogy annak a profilmélysége az megfelelően, illetve hogy valamilyen szinten azért passzoljon a motorhoz. Sokan tévhitben vannak, hogy a versenygumi utcán az jobban működik, mint az utcai gumi, ez sem igaz, illetve a guminyomás egy ilyen modern naked bike az akár 3-4 tizedes eltérést is nagyon megérez menet közben. Ez a felvétel 50 km/h sebességnél készült, autóban szinte észre sem vesszük, két keréken viszont már gyorsnak tűnik. Főként, hogy a megfelelő védőöltözeten kívül semmi sem védi a motorost. Pontosabban egy dolog mégis, a körültekintés. Igazából kialakul az emberbe egy reflex, sokkal jobban kialakul, mintha autóval közlekedne. Rákényszeríti ez a közlekedési morál a motorost, hogy nagyon figyeljen, meg sokkal jobban figyeljen, és egy idő után, nem tudom, nálam így kialakul, hogy mindent előre kell gondolni, hogy mi lenne, ha az autós mondjuk ott nem tudna megállni, akkor nekem mindenféleképp meg kell tudnom állni. Bistei Péterhez hasonlóan ő is évtizedek óta motorozik, és mindketten azt tanácsolják, senki ne üljön úgy nyerekbe, mintha nem hagyott volna ki hónapokat, menjen előtte vezetéstechnikai tréningre. Magyarország talán elég jó helyzetben ilyen szempontból, hogy rengetegféle motoros tréningből tudnak válogatni a kezdő és a haladó motorosok is. Jó motoros az egyfolytában tanul. Ugyanakkor azt szintén nagyon fontosnak tartják, hogy az autósok is felkészüljenek rájuk. Legyenek előrelátóak, ne ijedjenek meg egy-egy hirtelen feltűnő motorostól, figyeljék jelzéseiket és szándékaikat. Számítógépek érkeztek a Vörösmarty Általános Iskolába, amelyeket a Klik, az állami fenntartó biztosított. Az összesen 72 új komputeren a Székhely Intézmény, a Cina és a Rákóczi Telepi Iskola osztozott arányosan. A Vörösmarty Iskola udvarát szerdán boldog diákok töltötték meg, vidáman cipelték be az iskola épületébe a Kliktől kapott számítógépeket. A teherautó sofőri alig győzte lepakolni a lelkes tanulóknak az új technikai eszközöket, hiszen már egymás után libasorba állva pakolták be a gyerekek a várva várt gépeket az épületbe. Informatikorán fogjuk használni, a számítástechnika tanításában vesznek szerepet. A tavaszi szünet előtti napokban nem csak 72 számítógép, de hozzá megfelelő periféria, azaz 72 billentyűzet és 37 darab monitor is érkezett. Egy szervert és 3 menedzselhető switchet is kapott az iskola, amire a tervezett e-napló bevezetéséhez lesz majd szükség. Iskolánkban összesen 5 informatika terem van jelenleg, ez úgy épül fel, hogy a Vörösmarty Székhely Intézményben 3 informatika terem, a Cina tagintézményünkben 1, és a Rákóczi Telepiben is 1. Az 5 gépteremből a jelenleg kapott gépek, 72 darab asztali gépet kaptunk, ez nagyjából a gépparkunknak a felét teszi ki. Az ilyen számítástechnikai eszközök beszerzésére folyamatosan szükség van, hiszen hamar elavulnak a gyorsan megújuló technika világában a PC-k, viszont a mostani gépek paramétereik alapján legalább 5 éven keresztül akadásmentesen futtatják majd az új operációs rendszereket és programokat. Mint tudjuk, nagyon fontos, hogy a gyerekek a legújabb technológiával találkozzanak az iskolában, hiszen nagy eséllyel a munkájuk során a legújabb programok és operációs rendszerek kezelési ismerete elengedhetetlen lesz. Szituációs feladatok és önfelett nevetés, többek között ezek várták az első impromaraton résztvevőit március 25-én a Máltai játszótéren. A több mint 10 órás folyamatos játékban mintegy 100-an vettek részt. Jó elfoglaltság, mert szerintem jobb, mint hogy otthon ülsz és nyomogatod a
telefonodat. Így jellemezte az egyik résztvevő a múlt pénteki első impromaraton. Ennek során a lelkes vállalkozó szellemű kicsik és nagyok egymást felváltva játszottak a különféle szituációs feladatokban és improvizációs gyakorlatokban. Fenyegető, szomorú, vidám, vicces. Többek között ezeket az érzelmeket kellett szavak nélkül eljátszaniuk azoknak, akik ellátogattak március 25-én a máltai játszótérre. Volt egy kis cetlink, arra volt írva egy mondat, például fáradt, és akkor azt el kellett játszani. De némán. A játékos rendezvény délután 1 órakor kezdődött, és egészen éjfélig tartott. A résztvevőknek ez alatt számtalan szituációs feladatban kellett rögtönözniük. A maratoni játék ötlete a játszótéren működő Szituászok nevű színjátszó csoportban merült fel, de annak lebonyolítását többen is segítették. Olyan, mint a Beugró című műsor, legalábbis ahhoz hasonlítanám, improvizációs gyakorlatok vannak, amit egy dráma pedagógus önkéntesünk vezet gyakorlatilag, Farkas Attiláné. Az ingyenes esemény célja az volt, hogy minél több mindenkit bevonjanak abba a jó kis játékba, ahol a résztvevők és a szemlélők is sokat nevethetnek, jól érezhetik magukat. Mindez teljesült is, így várhatóan később még lesz folytatása. Még mindig játék, de sokkal komolyabb téttel. A rájátszás első idegenbeli találkozóját Mezőkövesden játszotta a kissé Fokhia csapattal elutazó OFK SE gárdája. A mérkőzésen nagy csata, kiegyenlített küzdelem volt várható, az előző fordulóban mindkét csapat győzött, március 25-én is hasonló célkitűzésekkel léptek pályára a felek. Nem a legjobb előjelekkel várhatta a találkozót az orosházi gárda, mivel betegségek és sérülések tizedelték meg a csapatot. Hiányzott Stranig és Komporáj mellett Csemászk, Nezsevics és Tárkányi is. A mérkőzés elején mindkét oldalt elkapkodott támadások jellemezték, az OFK-sa azonban hamarabb magára talált. A 12. percben Zabics egyenlített, innentől felváltva estek a gólok. A 20. percben Németh László beálló pozícióból szerezte meg a zöldsárgák vezető találatát, egy perccel később Németh Gábor átlövés góljával már 2-vel vittek a vendégek. Első fél időben azt gondolom, hogy nem tudtuk a védekezésünket úgy megszerelni, hogy kellett volna, elég könnyen lőtték a góljaikat kintről. A 24. percben Zabics büntetőt harcolt ki, amit Budai biztos kézzel értékesített, így már 3-mal vezetett az orosháza. Az OFK se masszív védekezésének köszönhetően maradt is 2 gól előny a félidőre. A második játékrész 2 kövesdi találattal indult, kiegyenlítettek a hazaiak. Gólszegény periódus következett, az orosháza 22 perc alatt egyetlen akciógólt szerzett. Budai 7 méteresei tartották partiban a vendégcsapatot. Szerencsére a Mezőkövesnek sem ment jobban a játék, így nem tudtak elhúzni 1-2 gólnál többel. Közben hullottak a kiállítások is, voltak percek, amikor összesen csupán 7 mezőnyjátékos volt a pályán. 20 másodperccel a vége előtt az orosházi FK-se egyenlítésért támadhatott, a kapust is lehozták, még a hazaiak kiállítást kaptak, így 2-es ember előnyben hajrázhattak a zöldsárgák. A szívós harc meghozta eredményét, időn túli 7-eshez jutottak a vendégek, amit Budai kíméletlenül lőtt a hálóba. A várakozásnak megfelelően hatalmas csatát hozott a rangadó, ahol igazságosnak mondható döntetlen született. Mindenféleképpen nyertünk egy pontot, mert vendég szereplés alkalmával mindig nehéz pontot szerezni, különösen egy nehéz, ahol Mezőkövesdre, mikor jövünk, ahol egy ilyen nagyon jó csapat, illetve egy nagyon jó Skalicki edző által irányított egyesületről van szó. Tehát elmondtam, hogy azt a ugye egy meccs ment a rájátsz, a 13 meccset nem fogja egyenletesen lejátszani a csapat. Most volt benne egy kis döccenő. Magunknak is köszönhetjük, voltak objektív dolgok is, tehát ezt valahogy így kell fogadni, épülni kell a következőkben tovább, amit én gondolok, és reálisan értékelni magunkat. Mezőkövesdi KC Orosházi FK-s Elina már 23-23. 2 gól, 3 pont, 2 sárga és 1 piros lap. Ez a Rákóczi Vasas hétvégi mérlege a megyei első osztályú labdarúgó bajnokság hétvégi fordulójában. Csapatunk 2-0 arányban legyőzte a Békés Csabai Jaminát. A 19. fordulót rendezték március 26-án a megyei első osztályú labdarúgó bajnokságban. Az 5. helyen álló Rákóczi Vasas a 8. helyen lévő Békés Csabai Jaminát fogadta a Rákóczi telepi sportpályán. Kiegyenlített játékot hozott az első félidő, 1 hazai Simon góllal és 1 Rákóczi kiállítással. A második játékrészben emberelőnyben futballozó Jamina nem élt a lehetőséggel. A Békés Csabaiak helyzetig sem jutottak el a félidő folyamán, sőt, a 48. percben egy újabb Simon gól eldöntötte a mérkőzést. A vendégek nehezen viselték a kudarcot, egyre durvább lett a találkozó. A játékvezető itt is, ott is osztogatta a sárga lapokat, a kedélyek csillapítása végett.
A mérkőzés végén a Rákóczi játékosok örülhettek, mivel taktikus játékukkal 2-0 arányban legyőzték a Jaminát, és feljöttek a tabella harmadik helyére. Hát a győzelemnek azért nagyon örülünk. Azt gondoltam, hogy az első Rákóczi telepi hazai mérkőzésen egy igazi jó támadó futballal fogunk kirukkolni és szórakoztatni a nézőket. Hát az első fél idő az nem úgy sikerült, ahogy szerettük volna. A vezetést azt megszereztük. A kiállítás után a második fél időben a csapat nagyon jól állt hozzá a mérkőzéshez. 10 emberrel fegyelmezetten lehozta úgy, hogy esélyt nem adott az ellenfélnek a gólszerzése. A Rákóczi április 2-án szabadkígyóson lép pályára. Lassan 2 évtizede, hogy húsvét előtt összegyűlnek 4-5 magyarországi megye és több határon túli település birkózói, hogy egy családias hangulatú versennyel köszöntsék az ünnepet, és ünnepeljék ezt a szó szerint is küzdelmes sportot. Nem volt ez másként idén sem, március 26-án rendezték a 18. Nyuszi Kupa szabadfogású nemzetközi birkózó versenyt Gádoroson. Röpködtek az edzői utasítások, az izgalom a versenyző gyerekekről szinte mindenkire átragadt. A népes mezőnyben közelebbi és viszonylag távoli települések klubjai is képviseltették magukat. Jász-Nagykun-Szolnok megyéből jöttek, Túrkevéről, Jászapátiból, Jászkiséről. Bács-Kiskun megyéből jöttek Bócsáról, Tázláról, Soltvadkertről. Békés megyéből jöttek Szarvas, Köröstarcsa, Gyoma, Orosháza, Mezőhegyes, és a Gádoros a mi a helyi. Csongrád megyéből pedig Kistelek, Szeged és Szentes versenyzői érkeztek. A 16 település mintegy 150-160 birkózója, gyermek 1-es, 2-es, diák 1-es, 2-es, serdülő, kadett és junior korcsoportban lépett szőnyegre. Az orosházi Spartacus birkózó klub a kezdetektől oszlopos résztvevője a Nyuszi Kupának, mint kiderült, nem véletlenül. Azt kell mondjam, hogy ez a gádorosi Nyuszi Kupa, ez egy legenda Orosházán. Tehát nincs olyan versenyző, aki nagyobb bajnok lett, és itt nem nyert még versenyt a Nyuszi Kupán. Tehát igazából ez mindenkinek egy mérföldkő. Nagyon jó családias hangulatú, nagyon segíti a felkészülést azoknál a gyerekeknél, akik még országos versenyen nem vettek részt. Ezúttal 35 ilyen versenyzőt hozott a klub, akiket nem csak edzőik, de a szüleik is elkísértek, ami Szél Attila szerint azért jó, mert így ők is láthatják, mennyire nehéz sport a birkózás. Elől a tíz! Úgy gondolják többen, hogy aki erős, aki ügyes, az már birkózó. Azt kell mondjam, hogy vetekszik a sakkal, olyan lépéseket kell előre látni, amellett, hogy erősek vagyunk, meg ügyesek vagyunk, amit nem mindenki képes rá. Az erő és az ügyesség mellett ez az, ami meghatározza, kik állnak fel a dobogóra, tette hozzá a klubelnök. Ez 15 orosházi versenyzőnek sikerült, volt olyan súlycsoport, ahol az arany, az ezüst és a bronzérmet is Spartacusos birkózó hozta el. Kedves nézőink, a híradó végén lássuk a legfontosabb híreket, még egyszer röviden. Húsz téma terítéken ülésezett a város képviselőtestülete. Vezessünk óvatosabban, elkezdődött a motoros szezon. 72 számítógépet kaptak, új eszközök a Klik-től. Kedves nézőink, ezekkel a hírekkel szolgáltunk ma, március 29-én önöknek itt a Városi Televízió híradójában. Pénteken friss hírekkel jelentkezünk. Köszönöm mai figyelmüket, viszontlátásra!